A Karacsos Öregdiákok Egyesületének szervezésében nemrégiben emléktáblaavatót tartottak a BSC Karacs Ferenc Gimnáziuma, szakgimnáziuma és szakközépiskolája aulájában. Az emléktáblát Bodnár Sándor, földrajz-biológia szakos nyugdíjas tanár tiszteletére készítette az Egyesület Györfi Lajos szobrászművésszel. Az ünnepségen Bodnár Sándor tanár úr ünnepelte volt diákjai, barátai, ismerősei körében a 90. születésnapját. A rendezvény előtt Forrainé Gasparik Erzsébettel, a Karacsos Öregdiákok Egyesületének elnökével beszélgettünk, aki elmondta, nagy öröm számukra, hogy Bodnár Sándorral együtt avathatják fel a bronzdombor művet. Amikor felvetődött az, hogy ki legyen a következő ebben a sorban a híres tanáraink között, akkor Sárvári János javaslatára az Egyesület egyhangulag elfogadta, hogy Bodnár Sándor tanár úr legyen a következő, aki bronzdomborműves alkotást kap. Természetesen a közvéleményt azt gondolom meglepte egy kicsit ez a döntésünk, hiszen nem szokványos élő embernek emlékművet adni. De azt gondolom, hogy nem egyedülálló. Tehát nem mi vagyunk az elsők, és remélem, hogy nem mi vagyunk az utolsók, akik úgy tisztelgünk egy ember előtt, hogy még él. Ugyanis kell, hogy tudják az élők is, szerintem, hogyha tisztelik, szeretik, kedvelik, felnéznek rá. És én azt gondolom, hogy ebben a városban, és azon belül ebben az iskolában Bodnár Sándor tanár úr egy olyan ikonikus figurája, alakja az iskolának, aki maximálisan megérdemli azt, hogy egy emlékmű őrizze meg az ő nevét, és hogy ő tudjon erről, hogy mi nagyon szeretjük és tiszteljük. Tanár úr 90. életévét töltötte be április 14-én. Azt gondolom, hogy én nem ismerek ennek az iskolának olyan tanárát, aki egyrészt ilyen hosszú kort élt volna meg, másrészt tanár úr itt kezdte a pályáját. 1952-ben a valamikori óvonőképző intézetben, amely Püspökladányban volt, és aztán itt maradt végig ebben az iskolában, tanított 37 évig, és maradt ebben a városban, és majd a beszédemből ki fog derülni, hogy rendkívül aktív életet élt. Ráadásul, akik őt ismerik, akiket ő tanított, hát maximális tisztelettel, szeretettel beszélnek róla, mert ő egy olyan szeretetre méltó tanára volt az iskolának, aki megérintette azt, akit tanított, de szerintem azt is, aki nem. És én úgy gondolom, hogy el kell ezt fogadni, hogy mi így köszönjük meg az ő munkáját, az életművének így tisztelgünk. Persze hozzátéve azt is, hogy szeretnénk, ha még tanár úr nagyon sokáig közöttünk lenne, rendkívül jó memóriája, szerintem nagyon aktív még napjainkban is. Úgyhogy méltó helyet kapott az ő emlékműve ebben az aulában a többi híres tanárunk között. Az eseményt Szabó Emese produkciója nyitotta meg, aki a Leszek a dal című számot énekelt el a közönségnek, majd Forrainé Gasparik Erzsébet méltatta az ünnepeltet. Mennyit érsz, mindjárt kiderül, attól félsz, most sem sikerül, nem kell félj, ezt akarod rég. Téged néz, sok-sok idegen mindenki is, hajszál ereden átfut most, több lehetek még. Úgy érzed, új élet hív, lesz most ki megvéd, mi szívből állunk mellé. Sikerül majd, mit oly régen vársz, mellettünk jó úton jársz, várunk rád, indulj el, készen állsz. Leszek a dal, mi felrász téged, leszek a perc, mit át kell élned, számíthatsz rám.
egyesületünk ezt az alkalmat kívánta emlékezetessé tenni azzal, hogy tisztelek tanár úr születésnapja és életpályája előtt, és fölavatja a Győrfi Lajos szobrászművész úr által tanár úrról készített bronzdomborművet. Ritka és nagyon gazdag az az élet, amely tanár urat jellemzi. A jelenlévőknek biztosan nem kell őt bemutatni, hiszen akik most itt vannak, nagyrészt volt kollégák, tanítványok, a város lakói, ismerik őt, szeretik és nagyon tisztelik. Példaértékű az aktivitása, irigylésre méltó szellemi frissessége, érdeklődése azok számára is, akik csak tablókról, vagy így idősebb diákok elbeszéléseiből hallottak róla. Nem csak aktív tanári munkájának emlékét őrzik ennek az iskolának a falai, hanem a róla szóló történetek is szájról szájra terjednek, hagyományozódnak, pedig már több mint negyed százada nem tanít tanár úr. Az iskola folyosóin a tablókról ránk tekintő derűs arc nap mint nap felidézi különleges tanári egyéniségét, a földrajzszertár polcain megbúvó kőzetminták, az évtizedeket megszolgált térképek, vagy éppen a biológia szertár szemléltető eszközei pedig magukon viselik a valamikori biológia földrajzszakos tanár kezenyomát. Nem találkoztam még olyan kollégájával, tanítványával, ismerősével, aki ne a legnagyobb szeretettel és tisztelettel beszélt volna tanár úrról. Emberségéről, a diákok iránti szeretetéről, senkiéhez nem hasonlítható humoráról, mély empátiájáról. Akiket ő tanított, hálásak lehettek a sorsnak, mert tanárként olyan használható tudást közvetített, ami túlmutatott a tantárgyi követelményeken, emberként pedig szeretetre méltó volt, és nagy tisztelet övezi mind a mai napig. Az órái hangulatosak, derűsek voltak, sok ismeretet játékosan közvetített tanítványainak. Tudása, emberisége, módszerei, fáradtságot nem ismerő lelkesedése a legkedveltebb tanárok közé emelték. Valamennyien tudjuk ezt. És elérkezett a várva várt pillanat, leleplezésre került a bronzdombormű. A későbbiekben Csontos Gabriella volt diákként emlékezett vissza tanár úrra és feleségére. Osztályfőnököm Bodnár tanárnő volt. A földrajzot tanár úr tanította nekünk. Nem szerettem az akkori iskola hangulatát, nem éreztem jól itt magam. Folyton lázadtam, jártattam a számat. Bevezették a Világnézetünk alapjai című tantárgyat, amit Kircsi Károly tanított az osztálynak, aztán egyszer csak arról suttogtak, hogy Kircsi tanár úr nyomtalanul eltűnt. A sárospataki diáknapokon a szabadtéri színpadon hallottam Cseh Tamást énekelni, olyanokat dalolt, hogy felejteni kell a régi iskolákat, tanári tébolydákat, az összes tévhitet. És ebben az ideglelős korban, hangulatban a mi nemzedékünket így érintette meg a történelem. Így. S hogy néhány hírfoszlányt hoz fülünkbe a szél. Innen-onnan. Akár a szomszéd nagyfiútól, aki történetet mesél a nem is olyan távoli múltról, akkor, amikor nem szabad beszélni, mert 56 után az idő végképp hájog alatt van, és nem lehet tudni, hogy ki a barát, ki az ellenség. Tanárnő és tanár úr is sok mindent tudott és megélt. Próbáltak megvédeni bennünket, nem beszéltek az 50-es évekbeli élményeikről, de jelezték, hogy nem szabad és nem kell feltétlenül hősnek lenni. Túl kell élni. Tanítani kell, tanulni kell, tenni a dolgunkat a katedrán, az iskolapadban. Bodnár tanárnő nekem soha nem volt Irénke néni, tanárnéni, soha nem volt negédes, kivételező, szubjektív. Először egyébként azt hittem, hogy nincs is szíve, hiszen szigorú, igazságos és alig mosolygós embert mutatkozott be nekünk elsős korunkban.
Aztán a 4 év alatt rájöttem, hogy nem, hogy szíve, de aranyszíve van, hogy tűzbe megy, és vitába száll tanítványaiért nem előttünk, hanem a tanáriban. Tanár úr, mosolygós, szelíd, vicces volt, épp tanárnő ellentéte. Akit tanított Bodnár tanár úr, az bizonyára sohasem felejti el, hogy hol van Asunción, Paraguay fővárosa, és a földrajz szakkör kirándulásait sem. Bulgáriában voltam velük, Nesebár és a szárnyas hajós kirándulás máigható élmény számomra. Már felnőtt koromban többször is vendégeskedtem náluk. Nagyfiamat büszkén vittem hozzájuk, aki József Attila verset mondott neki. Kisebb fiunk, Márton, tanár úr segítségével írt meg egy 56-os történelmi pályázatot. A rendszerváltozás idején tanár úrral családom is kapcsolatba került, hiszen a bátyám sokszor felkérte, hogy a Farkas-szigetben táborozó gyerekeknek tartson rendhagyó földrajz vagy biológia órát. Évekig járta az erdőt a diákokkal. Bodnár Sándor sajátos módon köszönte meg a jelenlévőknek, hogy együtt ünnepelték őt. Örülök annak, hogy a jó Isten megadta a lehetőséget arra, hogy megélhettem ezt a 90-es évet. Tudom azt, hogy nem az enyémek az évek, mert időmet emészt, nem az enyémek az évek, melyeket még megérek, a pillanat az enyém, és ha figyelek, akkor az enyém az, aki időt és örökké valóságot teremtett. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és mindannyiunknak hálás szívvel kívánok jó erőt és egészséget. A rendezvény szintén Szabó Emese énekével zárult, aki ezúttal a Halleluja című ismert dalt adta elő. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor four, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. A nyugdíjas tanár úr nem győzte fogadni a köszöntéseket. A pezsgőbontás után ünnepélyesen felszelte a születésnapi tortáját, majd elmondta televíziónknak, boldogsággal tölti el a mai alkalom. Nem gondoltam volna, hogy ilyen szép ünnepi eseményre kerül sor a 90. születésnapom alkalmával, és hogy a karacsos öreg diákok szervező munkájának eredményeként szép kitüntetésben részesültem. Szobrász művész úr elkészítette rólam a bronz dombor műves emlékművet, és hálámat és köszönetemet fejezem ki a alkotó munkájáért, és megtiszteltetésnek veszem ezt a nagyon szép bronz dombor műves emléktáblát. Bodnár Sándor életpályája példaértékű lehet mindenki számára.
volt diákjai, munkatársai, barátai, mind-mind szerették és tisztelték, s méltán emlékeztek meg munkásságáról ezen az ünnepi rendezvényen.